Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat, a díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a felvétel április 15-én jelenik meg. Ezen a napon a hold az indiai asztrológia szerint a Punarvasu holdházban van. Ez a holdház Sirius csillag hatása alatt áll. Sirius az a legfényesebb csillag az égen. Megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit. Amit ez a Punarvasu holdház még jelent, ezek a gondolatok, a tervek, az elképzelések, és ezek a gondolatok most határtalanok. Amit még ez a holdház jelent, ez egy utazás. Ez a nap jó arra, hogy elutaz, vagy tervez egy utazást. Április 15-én Szaturnusz bolygó, a sors bolygója egy jó kapcsolatban áll Ráhúval. Ráhú az a felfele mozgó kármikus csomó és utal változásokra, vagy egy új irányra, jelenti a jövőt. Szaturnusz bolygó azt jelenti, hogy itt lesznek sorsdöntő események, vagy azt is jelentheti, ha lesz egy új irány, ha lesznek változások, akkor Szaturnusz bolygó segít ezt kiépíteni. Ezen a napon Szaturnusz bolygó egy más kapcsolatban áll Kétúval, a lefele mozgó kármikus csomóval. Ez egy úgynevezett kvinkungsz kapcsolat, és ez kivált bizonytalanságokat. Kétú, az a lefele mozgó kármikus csomó, jelenti a múltat és az érzelmeket. És ez a kvinkungsz kapcsolat azt jelenti, ehhez szoktam egy példát mondani. Képzeld el, hogy előtted van egy inga, és én megkérdezem, hogy melyik irányba fog kimozdulni. Akkor a válaszod az, nem tudom. Lehet, hogy így, lehet, hogy úgy, az is lehet, hogy ki sem mozdul. És ez a Szaturnusz-Kétú kapcsolat pontosan ezt váltja ki nálunk ezen a napon, amikor a múltról van szó, amikor érzelmekről van szó. Lehet, hogy valaki jelentkezik nálad a múltból, és felteszed a kérdést, mit tegyek? Keressem a kapcsolatot, igen vagy sem, vagy mit akar ez a személy? Nem tudom, fogalmam sincs. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolatait felül látjuk. Az utak, és ez a levél. Az jelentheti azt, hogy egy levél, vagy egy szerződés útban van hozzá. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy ő írni akar neked, és ez a hír útban van hozzád. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy vannak elvárásai, és szeretné azt, ha te írnál neki. Vagy ha lenne egy meghívás, amikor az utak, tehát a sors utatok kereszteződik, és az jelent egy találkozást. A levél jelenthet bizonyos szerződéseket, és munkahelyi szerződést, bérleti szerződést, vagy
adásvételi szerződést, és vár, hogy ezt megkapja, ez útban van hozzá, amit az utak még jelenthetnek, hogy ő döntések előtt áll, de vár erre a hírre. Az érzelmeit a bal oldalon látjuk. Te megjelensz ott, mint ez a hölgy az ő érzelmeiben. Gondol rád, vannak érzelmei a részéről, szeret téged, és ott alul megjelenik a fa. Az jelentheti a biztonság érzetét, ahol le lehet gyökerezni, és ezt keresi a párkapcsolatban. Amit a fa még jelenthet, az a türelem. Elvárja azt, hogy légy türelmes, amíg ő az érzelmeiről beszél, hiszen egy fának is időre van szüksége ahhoz, amíg gyümölcsözik. Amit a fa még jelent, ezek az egészségügyi témák. Lehet, hogy beteg voltál, és ő aggódik miattad. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgoztok, ilyen egészségügyi témáknál. És vár döntésekre, vár bizonyos szerződésekre. Mit fog tenni, az jobb oldalon látható. A nap jelenti az ő kisugárzását, jelenti a te kisugárzásodat is. A nap jelenti a vonzalmat kettőtök között, vagy a nap megvilágít valamit vagy valakit, ő látni akar téged, és szeretne veled bizonyos dolgokat tisztázni. A nap jelenti a valóságot is. Ez a fény, ez a napsugár, ez szerencsét hoz, lesz egy szerencsés fordulat. Egészségügyi témáknál jelenti mindkét kártya a gyógyító erőt, és ott van a 4 levelű lóhere, a szerencse. Ami összefűz benneteket, az középen látható, a T betű. Középen az a régi írásmód, az úgynevezett rovás írás, aminek van egy szimbolikus jelentése. De először maradjunk a T betűnél. Mit jelent számodra a T betű? Ami nekem úgy eszembe jut, Tibor, vagy Tímea, vagy Tisza, vagy Tiszafüred, vagy tisztaság. Mi jut eszedbe a T betűről? Ezt leírhatod a kommentárba, köszönöm szépen. Középen van a régi írásmód. Számomra a szimbolikus jelentése a nyitottság. Nyitott lenni egy új irányra, vagy kimutatni az érzelmeket. A német nyelvű területen is vannak ilyen betűk, vagy ilyen régi írásmód. Ezek az úgynevezett rúnák, és ott alul bal oldalon van a rúna kártya. Az nem ugyanolyan, mint a rovás írás, de hasonló. Ez a rúna jelenti a nyereményt, jelenti a gazdagságot, jelenti az ingatlant, a házat, az otthont is tulajdonképpen, és ott van az otthon körül a kerítés. Tehát védeni kell, óvni kell az otthonunkat. A napi energia az jobb oldalon látható, ott ez a hölgy ücsörög. De nem azt jelenti, hogy lusta, hanem azt, hogy ő már kiépített valamit. A háta mögött ez a ház jelenti a hivatását, vagy hogy valamit már elért az életben.
Az is lehet, hogy kialakított egy magán céget, kiépített már valamit, és most úgy pihenget, olyan nyugodt, elégedett azzal, amit eddig elért, és most kicsit szünetel. És pontosan erre van szükségünk, egy kis szünet, kicsit üldögelni, kávét inni, és úgy elgondolkozni azon, hogy mit értünk el eddig az életünkben, jelenti a nyugalmat, az elégedettséget. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. A kommentárban leírhatod a véleményedet, vagy azt, hogy mit jelent számodra a T-betű. Azon kívül meglátogathatsz a Facebook oldalamon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!